Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a rendhagyó videóban. Rendhagyó, mert még nem igazán volt ilyesmi a csatorna történetében, hogy konkrétan bele tudtatok szólni a csatorna menetébe, illetve hogy mi kerüljön ki a csatornára, akár videó vagy stream formájában. Nos, most alkalom nyílt erre. Mindenkinek lehetősége lesz egy szavazás keretében megszavazni egy adott játékot, ami a következő végigjátszásnak lesz a témája. Tehát tulajdonképpen, hogy melyik játékot is játszom végig. Erre már létrehoztam egy külön kis linket, ami oda vezet titeket a szavazó felületre. Jelenleg egy játékot tudtok kiválasztani a sok közül. Nincs minden játék a listán, amivel szeretnék későbbiekben végigjátszást csinálni. Most összeszedtem párat, és most ezekből kell választani. Amelyiket kiválasztjátok és megnyeri ezt a szavazást, abból a játékból lesz egy végigjátszás, a többi pedig, ami megmarad, azok a következő körben szintén lehetőséget kapnak, tehát újra lehet majd szavazni. Értelemszerűen az, amelyik nyert, az már nem lesz benne, tehát kétszer nem fogom végigjátszani ugyanezt a játékot, ezt gondolom nem is kell magyarázni. A szavazáshoz a link ott lesz a leírásban, és kommentben is rögzíteni fogom. Nem kell lustának lenni ahhoz, hogy rákattintsatok, higgyétek el, körülbelül 2 vagy 3 kattintással meg tudjátok csinálni, ez valószínűleg olyan 5 másodpercet vesz igénybe az életetekből. Tehát, hogyha szeretnétek ti eldönteni, hogy mi legyen a következő végigjátszás a csatornán, akkor tegyétek meg ezt, de tényleg csak abban az esetben, ha érdekelt titeket. Ha nem érdekelt titeket a végigjátszás, és nem szeretnétek nézni végigjátszást tőlem, hanem csak Rustot, mert nagyon sok ilyen van, ha nem érdekel titeket, akkor kérlek, hogy ne szavazzatok. Tehát én úgy szeretném ezt megvalósítani, hogy akit érdekli és meg is fogja nézni a videókat, ha nem is azt mondom, hogy mindet, de nagy részét, és ott lesz a videók alatt, az szavazzon elsősorban, ha kérhetem ezt. Természetesen ezt nem fogom tudni ellenőrizni, ez csak egy kérés felétek. A másik szavazási lehetőség pedig arról fog szólni, hogy eldöntsétek, hogy ezt a játékot stream vagy videó formájában játszom el végig. Erről is lesz egy link a leírásban, illetve írok róla egy kommentet. Tehát ez is egy külön szavazás lesz, szintén csak egy opciót tudtok választani. Nyilván mert kettő közül kell, és amit kettőt választod, akkor üti egymást a kettő. Úgy fog kinézni a dolog, hogy azt fogjátok tudni megszavazni, hogy videó vagy stream formájában legyen végigjátszás a csatornám. Na most miért valaki azt hinni, odaírtam a szavazásnál zárójelben, zárójelbe téve, hogy vagyis a stream az könnyebben megvalósítható, és tulajdonképpen egyszerűbb számomra megcsinálni egy streamet, mint egy videót. Viszont rosszabb a minősége. A videónak sokkal, de sokkal jobb a minősége, viszont több idő elkészíteni. Na most csak azért ne szavazzatok a streamre, hogy most akkor gyorsabban lesz a végigjátszás letolva, ez nem igaz. Mégpedig azért nem, mert ugyanannyi stream lesz, mint amennyi videó lenne. Tehát, hogyha én elindítok egy streamet, játszok mondjuk 1,5 órát, az ugyanaz, mintha elindítom a videót és játszok 1,5 órát, annyiban gyorsabb, hogy egyből fel lesz töltve. A videó pedig nem, mert ugye ezt meg kell vágni, meg le kell renderelni és fel kell tölteni, a stream pedig már fent van. Viszont a stream valószínűleg sokkal rosszabb minőségű lesz, egyrészt csúnyább lesz a bitráta, tehát mosódott lesz a kép. A felbontás nem minden esetben biztos, hogy full HD lesz, és az sem biztos, hogy mindig 60 FPS. Szóval mérlegeljetek, én ezt is rátok bízom, mert tényleg azt szeretném, hogy a nézők döntsék el. Úgyhogy mindkettőről ott lesz a szavazás. Légy szíves szavazatok, de tényleg csak akkor, hogyha érdekelt titeket ez a dolog. Hogyha nem, akkor nyugodtan hagyjátok figyelmen kívül. És hogyha eléggé bejön ez az ötlet és népszerű lesz és elég sokan szavaztak, akkor a későbbiekben is ugyanígy fogjuk ezt csinálni. Egyébként a Facebook oldalamra ezt már korábban kiposztoltam, szóval lesz már egy pár szavazat. Illetve minden más ezt kapcsolódó információt ki fogok posztolni a jövőben is a Facebook oldalamra, úgyhogy nyugodtan, aki még nem követi, nyugodtan kövesse, link a leírásban. Ennyi lett volna ez a rövidke videó. Bocsi, egy kicsit rekett és fáradt a hangom, csak jó pár napnyi bulizás után ez... Hát ez szerintem érthető, de már egyébként itthon vagyok, úgyhogy egy kis pihenés után megpróbáltam megcsinálni a videót, csak a hangom még nem fullos. Úgyhogy ja, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, köszönöm szépen, hogyha szavaztok és érdekeltiteket ez a dolog, és hát a végigjátszásban majd későbbiekben találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!